Kraft arról is szól, hogy megértsük, hogy össze vagyunk kapcsolva. Ezt az összekapcsoltságot, ezt az eddigieknél jobban tanulmányozzuk, értsük meg. Mi ezt úgy hívjuk, hogy a kulturális örökség rétegeit próbáljuk meg föltárni, mint amilyen kőszeg, vagy mint amilyen Pannonia, Keszthely és Veszprém, és így tovább, nagyon sokban egymáshoz hasonlító kisvárosok és kistelepülések. De hogy a múlttal való kapcsolatunkat is értsük meg, és amiről sok szó esett, és nagyon érdekes volt ezt hallani különböző szakmák képviselőitől, történészektől, és fejlesztőktől, és polgármesterektől, és így tovább, hogy minél többet tudunk a múltunkról, annál többet tudunk esetleg majd a jövőnkről. Annál jobban föl leszünk készülve arra, hogy hogyan építsük ezt a jövőt. És van jó néhány ilyen kutatásunk, amik én láttam, hogy első neki futásra nem nagyon értettek kívülállók, hogy miért kell nekünk mondjuk a zsidóság történetével foglalkozni Nyugat-Pannoniában. Miért kell nekünk a kvantummechanika, a kvantumelmélet és a társadalomtudományok összefüggéseivel foglalkozni? Van erre szükség? Hogy függ ez a kettő össze? Miért foglalkozunk nagy globális kérdésekkel, és ugyanakkor Közép-Európa múltjával és jövőjével egyszerre? Hát, ha egy választ lehetne adni, arra azt mondanám, hogy mert Közép-Európa szűk és tág értelemben is a világnak egy olyan része, ahol nem sikerült még az összes potenciálunkat sem kifejteni, és talán még meg sem érteni. Miközben joggal vagyunk magyarok, németek, magyarok, lengyelek, csehek, kisebb részt ugye Németország is Közép-Európához sorolható, de büszkék nagyon sok mindenre. Nem sikerült megértenünk az együttműködés, az összefogás hosszú távú előnyeit, mert állandóan rá voltunk kényszerítve, hogy valahogyan védekezünk, magyarázkodjunk, vagy pedig megpróbáljuk a szőnyeg alá söpörni a múltnak azt a részét, amire nem szeretünk emlékezni. Az elmúlt 30 év is nagyjából ezzel telt, és talán a magyar politikának emiatt van egy ilyen, hát egy ilyen szürrealista mozzanata, mintha süketek párbeszéde folyna csak, lehet, hogy ezt reméljük, hogy ez is egyszer megváltozik majd. Tehát a Kraft egy reflexióból született, ahogy ezt próbáltam mondani, mert én, mint budapesti nagyváros, egy nagyon szép részén élek és születtem Budapestnek, most már sokkal több időt élek Kőszegen egyébként, felháborítónak tartottam, és nagyon veszélyesnek, amit ezektől egyébként nagyon kedves multi cégvezetőktől hallottam, hogy mi nem foglalkozunk ilyen kis faluval, mint Kőszeg. Ez ugyanannak a globális szemléleti válságnak, én szerintem intellektuális és morális válságnak is a része, amiről általában beszélni szoktunk, és tényleg annyira felkavart ez, hogy úgy döntöttem, hogy kifejtem azt, hogy miért lehet, és hogy miért kell, hogy mindenki, például a nagy magukat nagyon zöldnek, nagyon felelősnek gondoló multicégek is, hogy megértsék, hogy össze vagyunk kapcsolva. Meg kell, hogy mondjam, hogy a fél sikert arattam velük, de másokik, van, akik kicsit igen, jobban, egy kicsit kevésbé értette meg. Nem elég, hogy ők fákat ültetnek. Nem tudom, ki mondta ezt, hogy milyen jó, hogy igen, igen. Ez nagyon jó. Igen, a Siemens vezérigazgató jó barátunk is nagyon sokszor eldicsekedett azzal, hogy a Gizella úti központi telephelyüknek, ugye egy lapos tetős épület tetején bokrok vannak, még kis szökőkút, és föl is vitt oda minket. Nagyon szép, nagyon derék dolog. De ha megnézzük, hogy miket gyártanak ők és más cégek, hogy minek örülünk most is. Az Audival nem az a baj, hogy nem ez a társadalmi felelősségvállalás terén nem csinál, nem tesz szép gesztusokat, hanem hogy nem tudjuk, hogy kellene egyáltalán folytatni azt a fajta termelést, amit ők csinálnak. Nem vagyok ebben biztos. Ha olvassátok az újságokat, egészen gyorsan változnak a politikusoknak a megítélései. Sokkal hamarabb történik meg az átállás egy más
fajta energia hordozó rendszerre, mint ahogy azt sokan tervezték. És egy olyan egyenlőtlenség halmazban élünk, egy olyan kiszolgáltatottság halmazban, ahol az éleslátásunkat rettetesen eltompítja azt, hogy nem jutunk hozzá az információkhoz a megfelelő mértékben. Nem tudjuk, úgy is hangozhat ez, mint egy összeesküvés elmélet, nem szeretem az összeesküvés elméleteket, de tudom, hogy vannak összeesküvések. Hogy már megvan a vakcina, csak a gyógyszergyártók, vagy a feltalálók, vagy bárki, aki a tudást monopolizálja, megvárja, hogy még nagyobb legyen az igény, míg azt piacra lehet dobni. A demokrácia nagyon súlyosan korlátozódik, amit ugye annyira szeretnek számon kérni egymáson a világ különböző országai, és rajtunk magyarokon is, nagyon-nagyon súlyosan korlátozódik azáltal, hogy a döntéshozók jelentős részét egyáltalán senki nem tudja felelősségre vonni. És ezek a döntéshozók, akik között ugye nyilván a multinacionális cégek, például a fegyvergyártók, ugye nagyon jelentős szerepet játszanak, összefonódnak egyes politikai pártokkal vagy kormányzatokkal, akkor végképp megszűnik a lehetősége annak, hogy mi igazi demokráciáról beszéljünk. Ez a demokrácia, nyilván leegyszerűsítem ezt most, a demokráciának egy nagyon mély válsága az, amit megélünk most már hosszú évtizedek óta. Az intézetünk ezzel is egyébként foglalkozik, tehát hogy hogyan lehetne ebből kijutni, lehetséges-e eljutni egy új demokrácia fogalomhoz, és hogy lehetséges, hogy éppen itt, ebben a térségben szülessen ez meg. Én ezt egyébként posztliberális civil demokráciának hívom, és ez az a pont, amiről tulajdonképpen beszélni szerettem volna, mert igen, lehet szeretni és kell is azt az országot, ahol élünk. De a haza, azt gondolom, az nem azonos a nemzetállam által, nemzetállam határain belüli társadalommal. Mindenkinek valóban más jelent. Van, akinek egy olyan határtérség, ahol a határ másik oldalán is élnek rokonai, vagy kötődései vannak. De ezt nyilván mindenki tudja, nem akarok közhelyeket hosszan ismételgetni. De ami általában a mi gondolkodásunkból és kutatási módszertanunkból hiányzik, az, hogy nem defináljuk azokat a társadalmi cselekvési tereket, vagy mondjuk így, hogy csatatereket, akciótereket, amelyek a határokon átnyúlnak. Nem csak a geográfiai határokon, hanem mondjuk a disziplinák határain, vagy a városok határain. Tehát nem definiáljuk azt a közösséget, ami nem feltétlenül van a látókörünkben, és ez borzasztóan megnehezíti az együttműködést a természettudományokkal, már pedig az intézetnek az egyik fő törekvése, hogy a természettudományos és a társadalomtudományos kutatásokat összekapcsolja, és összekapcsolta jobban értse meg a komplex problémákat, mint amilyen az éghajlatváltozás, mint amilyen a fenntarthatóság, és így tovább. Tehát ezt a problémakört, nem biztos, hogy nekem itt most már szlájdokat kéne mutatnom, de igen, ezt az egyet talán elmondanám, hogy nagyon szeretjük, a természettudósoktól átvettük, és nagyon jó is egyébként, hogy vannak magyarázó ábráink. Modelljeink, ami úgy néz ki, hogy minden beletartozik, és nagyon jó őket nézegetni, mert olyan össze lehet őket kapcsolni, folyamatokat lehet mutatni, folyamatábrákat. Van egy probléma ezekkel, hogyha a társadalomról beszélünk, akkor az egyes fogalmak nagyon sok valódi konfliktust eltakarnak. Reziliencia, én is nagyon sokat használom. Ez egy igazából a neoliberális gondolkodásból származó, vagy a kreatív város szintén. Olyan átfogó fogalom, ami eltakarja azokat a konfliktusokat, amiket még nem vívtunk meg, vagy most vannak éppen kitörőben. Hát legyen egy társadalom reziliens. Senki nem teszi föl a kérdést, hogy mikor fog, ahogy ezt hallottuk, ugye egy ponton túl törik. Nem csak a magyar, hanem azt is hallottuk, hogy vannak reziliens anyagok, vannak reziliens társadalmi csoportok,
de nem tudjuk, hogy mikor van az a pont, amikor már úgy deformálódnak, hogy nem tudnak visszaállni semmiféle eredeti struktúrába. Ezeket hogyan mérjük? És az a javaslat, hogy ahelyett, hogy egy holisztikus redukcionizmushoz fordulnánk, tehát eltakarnánk ezeket a kialakuló, részben még nem látható konfliktusokat, egy holisztikus pluralizmus felé menjünk, tehát tartsuk meg az egészet látni kívánó akaratunkat, de próbáljuk meg behozni a társadalmi, politikai, kulturális törésvonalakat, konfliktusokat. Ha ezt nem tesszük, akkor reprodukáljuk azt a szent képet, amit a mindenkori megrendelők, ez lehet politika, hatalom, esetleg a politikai hatalmat manipuláló gazdasági érdek kíván tőlünk, mint kutatóktól. Ez egy óriási probléma. Ugye itt van, hát ahogy, ha dicsekedni akarunk, akkor azt mondjuk, hogy ebben a pillanatban a Kraft és az intézet nagyon kapos lett, Sziget közben várnak tőlünk kutatást a Balaton felvidéken, ugye hát szerencsénkre, vagy nem szerencsénkre, Veszprém megnyerte az Európai Kulturális Főváros pályázatért folyó harcot úgy, vagy küzdelmet, vagy versengést, hogy egy egész régiót vitt be ebbe a pályázatba, ami példátlan, és az európai zsűri borzasztóan értékelte ezt, és ugye azt mondták nekik a kihirdetésnél, hogy azért rájuk szavaztak a Holt versenyben Debrecennel és Győrrel, mert ez a szemlélet a többieknél nem volt jelen. De nem elég egy ilyet megnyerni, ezt meg is kell csinálni. Tehát van egy ilyen kihívásunk is, szintén egy tündérkert a Balaton felvidék, óriási nagy lehetőség az intézet számára, és a Kraft szemléletnek a kiterjesztése számára. Itt van Kőszeg. Ezt a saját erőnk, Kőszeg, Szombathely, nem véletlenül mondtam Szombathelyet, hiszen hát borzasztó fontos lenne ez a Kőszeg-Szombathely város együttes igazi együttműködés. Biztos van rá lehetőség, ha nem direkt, akkor indirekt módon. Rengeteg szombathelyi kollégánk van, rengeteg szombathelyi intézménye vagyunk jó és szoros együttműködésben. Biztos, hogy van erre lehetőség, hogy ez a holtpontról ki tudjon mozdulni. Itt van a Fertőtó, aki szintén miniszteriális szinten vetettek föl, hiszen mindegyik térséget fenyegeti ez a bizonyos társadalmi, úgy tetszik, politikai potenciális feszültség. Én ezt úgy fogalmaztam meg, amikor megjött a felkérés, hogy csináljunk ezt egy Szigetköz Csallóköz kutatást, hogy Kék Duna, Fekete Gólya. A Fekete Gólya az a madár, amelyik teljesen rejtőzködve él, és csak ilyen ősi környezetben, nem szembe a fehér gólyával, aki lassan megy, átmegy az úton, megállítja az autókat, bemegy a konyhába. A fekete gólyát szinte nem lehet látni, és a kettő mutatja, és vannak ugye a társadalomnak olyan rétegek, akik azt mondják, hogy ne romboljuk tovább a természetet. Őket le lehet egy kicsit butuskázni, hogy nem értik, de vannak ilyenek, akik látják, hogy a romlás nagyon-nagyon mélyre ment, és ezt nem volna szabad folytatni. És vannak, akik azt mondják, hogy de, több út kell, több autó kell. Még több német autógyárat hozzunk ide, mert az segít nekünk, ugye, munkahelyet teremteni. De közben ezek a német autógyárak már vagy bezárni készülnek, elküldjük a munkásaikat, vagy ami egész másfajta technológiát kell majd előállítaniuk. Ezt a konfliktus, ez egy konfliktus, egy valós probléma, nem megoldható egy csapásra, de foglalkozni kell vele, és kezelni kell valamilyen módon, tehát a mi úgynevezett modelljeinkbe be kell, hogy épüljön. És ezt, ha nem tesszük, akkor tulajdonképpen a tudományos ferségnek ártunk, valami olyasmit csinálunk, amiről tudjuk, hogy nem vezet hiteles eredményhez. Tehát a kibővített kutatásainkra épülő stratégiákról a konszenzus szemben a konfliktussal elemzéseket be kell venni a kutatásokba, hosszú távú trendeket is figyelembe kell vennünk a kutatási hipotézis megfogalmazásakor, a társadalmi és természeti változások dinamizmusának nyomon követése elengedhetetlen, és a természettudományos és társadalomtudományi kutatási eredmények integrált figyelembevételére kell törekednünk. Ez azt jelenti, hogy olyan adatbázisokat kell létrehoznunk, amelyek még nem léteztek. És ebben ez most nyilván egy új konferenciának a kezdete is lehet. Egy következő workshopon, ha kell, akkor online, ha nem, akkor személyesen is. Szeretném, ha erről beszélgetnénk és gondolkoznánk.
hogy mi kell ahhoz, hogy hitelesen tudjunk javasolni valamit, akár az önkormányzatoknak, akár a megyéknek, akár a magyar kormánynak, akár az Európai Uniónak, hogy hogyan fejlesszük stratégiailag mondjuk a Sziget-Közcsarlóközt régiót, vagy egész Nyugat-Pannoniát, mert egy ilyen felkérésünk is van. Ugye biztos olvassák az újságokat, a honlapokat, valami hihetetlen változás van az Európai Uniós döntéshozatalban is, vagy készülőben van, hogy egy egészen elképesztő mértékű vagy mennyiségű pénzt óhajt az Európai Unió a pandémia és az éghajlatváltozás ellensúlyozására a tagállamoknak juttatni. Ehhez azonban olyan fejlesztési stratégiákat kell begyújtani, amelyek mondjuk realisztikusak, amelyeknek a színvonala és a röppájája érdemes arra, hogy támogassák őket. Most például ezen dolgozunk. Én csak azért mondom ezt picit drámai, mert ezt itt nem lehet félrebeszélni. Vagy aki félrebeszél, az ezeket a vészhelyzeteket, hogy mondjam, ennek a sokaságát elősegíti. Tehát a felelősség az ilyen értelemben mindannyiunké. A politikai döntéshozóké, a kis települések önkormányzati hivatalaié, az intézetigazgatóké, igen, Harangozó Bertalan az egyetemeket említette, ez egy 30 éves küzdelem, ami még mindig vesztésre áll. Én így kerültem ide, hogy Pusztai János akkori főigazgató és a helyettese Szabó T. Attila azt tervezték, hogy a hármas határvidéket csinálnak egy európai egyetemet. És amíg nem jött a megszorítás csomag, 3 éven keresztül rendszeresen beszéltünk arról, hogy hogyan lehetne egy olyan európai egyetemet a hármas határa, amiről ma ugye volt szó, tehát a Kvasnica Ferenc beszélt erről, a magyar, osztrák, szlovén, ugye hármas határól van szó, annak közelébe, hogy akár egy kampusz is lenne, mind a három országban ott van, hogy ezt a közép-európai gondolatot, a közép-európai együttműködést és ennek a feltételeit erősítsük és megteremtsük. És utána egy visszarendeződés volt, hogy az elmúlt 30 évben nem sikerült olyan egyetemet létrehozni ebben a régióban, amely Pannonia kultúrájának, együttműködési képességének, potenciáljának és gazdasági fejlettségének megfelel. Ezen érdemes elgondolkozni, miközben hatalmas egyetemek vannak magyar viszonylatban az ország más részein. Én Gál professzorral együtt nem keveset tettünk, mások is, Pusztai János sokan, azért, hogy ez létrejöhessen, és amit megfogalmaztunk Zolival, az egy regionális hálózat egyetem lett volna, pontosan az, amit Harangozó Bertalan említett. Tehát ahelyett, hogy kicsi és gyenge egyetemek egymást figyelnék sandán, hogy kinek jelentkezett kevesebb vagy több diákja abban az évben, ahelyett ezeknek együtt kéne működni, most feladatot is kaptak. Itt a kihívás, az éghajlatváltozás és az összes negatív következménye az éghajlatváltozásnak szerintem mindenféle szempontból arra kell, hogy sarkalja a tudás átadással és a tudás termeléssel foglalkozó intézményeket, hogy közvetlenül foglalkoznak azzal a valósággal, amiket körülveszi. Ezt hallottuk tegnap és ma is, hogy ez a készség megvan. De akkor mire várunk? Se a Széchenyi Egyetem, se a Pannon Egyetem nem képes arra, hogy önmagában nem hogy versenyképes legyen, igazából betöltse egy igazi tudományegyetem vagy kutatóegyetemnek a funkcióit. Nem is nagyon foglalkoznak, eddig legalábbis nem foglalkoztak, most úgy látom, hogy fognak, azzal a fejlesztéssel, ami az ő régiójukra vonatkozik. Ennek szerintem meg kell változnia. De ebbe kisebb főiskolák is bekapcsolódhatnak, szerintem általában az oktatással foglalkozó intézmények. Úgy vélem, hogy volt egy elképzelésünk, úgy hívtuk, hogy jövő egyetem. A jövő egyetem modelljében az összes oktatási intézménynek valamilyen módon részt kell vennie. Egy egyetemnek felelősséget kell vállalni a saját outputjáért. Azokért a középiskolai vagy általános iskolai tanárokért, akiket kibocsát. Körforgásban kéne együttműködni. Nem olyan régen volt olyan korszak, amikor
amikor nagyon híres költők, vagy akár egyetemi tanárok középiskolában is oktattak. A mi kutatóink között is vannak, kiváló kutatóink, Sümegi István, Bokányi Péter, akik tanítanak szombathelyi vagy kőszegi középiskolákban. Ez is egy példa arra, hogy bomoljanak le a mesterségesen kialakított és belénk súlykolt határok az intézmények között. Én nyilván egyedül se az intézet, se én magam, se a kiváló támogatóink, külsős professzoraink és nemzetközi nagyságaink nem leszünk képesek arra, hogy ezt megoldjuk. De arra talán igen, hogy egy ilyen új gondolkodást, egy probléma megoldásra irányuló regionális vidék- és városfejlesztési koncepciót ne fogalmazzunk meg anélkül, hogy ezt is belevegyük. Tehát magyarul Magyarország messze, és Nyugat-Pannonia különösen messze alul teljesít ezen a területen a saját lehetőségeihez képest. Én nem akarom ezt tovább élezni, csak ezt akartam elmondani igazából, hogy egy ilyen hát, tudományágak közötti együttműködés és közös adatbázis kialakításán is munkálkodunk, és nagyon remélem, hogy a következő Kraft konferencián be tudunk számolni már eredményekről. Hallottuk Bognár Ferenctől azt a javaslatot, hogy a Kraft indexet hogyan tegyük használhatóvá, összehasonlításra alkalmassá. Az én kérdésem, és egy nem várok most erre választ önökhöz, hozzátok, hogy mik volnának azok az egységek, azok a általunk kialakított régiók, már úgy értem általunk meghatározott régiók, városok és falvak, kistelepülések együttesei, amelyeket érdemes volna összehasonlítani. Ha túl kicsi, akkor nem jutunk semmire. Ha túl nagy, akkor mit mondunk, hogy Magyarország olyan kraftos ország, vagy nem tudom én, Pannonia úgy általában. Tehát meg kell találni azt az egységet, azt a méretet, amit érdemes összehasonlítani. Ugye módszertani hibákba estünk be, volt olyan kollégánk, nem volt években, aki arra jutott, hogy ilyen Kraft sikersort állított föl, hogy Dunakeszi a legkraftosabb település Magyarországon, ami csak éppen a Kraft szemléletnek lényegét hagyta ki, hogy egy fővárosnak egy alvóváros, egy ilyen bolygó szatellitája, az ugye hát nem tud igazán saját magától kraftos, attól kraftos, hogy negyed óra alatt be lehet érni Budapestre. Azt kérdeztem tőlük, hogy akkor azt javasoljátok, hogy minden kisváros vagy falu találjon magának egy Budapestet, ugye? De valóban a Kraftnak nem az a lényege, hogy valami nagy, egy nagy cég, vagy az Audi, vagy egy kis cég öntse a pénzt, és akkor ezt mi majd jól elköltjük. Ez nagyon fontos, polgármester úr, hogy jól költitek el, és tényleg gratulálunk, fantasztikus Lukácsháza, hanem az, hogy a saját erőkből, a saját megerősödött identitásunkból építkezve és együttműködve a mellettünk lévőkkel találjuk meg az önerőre támaszkodás, a reziliencia és a felelősségvállalás új formáit. És úgy látom, hogy azért tudtam erről ma hosszabban beszélni, mert ez a gondolat sokkal jobban beférkőzött a velünk együttműködő intézmények és más partnereink hát gondolatvilágában, mint ezt korábban tapasztaltuk, de még nagyon sok a teendő. Tehát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, és azt szeretném, hogyha nem csak követnék a honlapunkat, hogy kapnánk javaslatokat, akár kritikákat is, ezt a fajta tudást, ami itt újra meg újra termelődik, de nincs egyáltalán azon a szinten, és mi se gondoljuk azt, hogy nálunk a bölcsek köve van, de nem vagyunk azon a szinten, hogy megmondjuk, hogy mit kellett csinálni. Azt talán meg tudjuk mondani, mi az, amit nem csinálunk jól, vagy nem csinálnak jól döntéshozók, és talán képesek vagyunk arra, hogy olyan együttműködési struktúrákat hozzunk létre, amelyekben talán együtt megtaláljuk a megoldásokat. De ehhez az kell, hogy egy aktív, együttműködő partneri hálózatunk legyen. Én erre minden lehetőséget meglátok, és köszönöm még egyszer Kőszegvárosának, utólag is, hogy valóban hogy befogadott minket, és vannak és lesznek nézeteltérések és konfliktusok, ez nagyon természetes dolog. Egy azonban biztos, hogy ha Kőszegnek nincs ilyen erős iskolavárosi identitása, akkor mi nem tudtunk volna itt maradni. És ezt aztán hozzá lehet tenni a levegő, bor, stb.
legközelebb a borvidékről érkezőket bátorítjuk arra, hogy egy kis borkostolót is szervezzenek ide, szívesen hozzájárulunk anyagilag. Tehát, hogy mindenhez nagyon jó hangulatot, erőt, kitartást és kedélyt, kedvet kívánok. Meggyőződésem, hogy az országnak és a világnak ez a része reziliensebb és több de facto szolidaritást tud mutatni és kifejteni, mint más kevésbé szerencsés vagy kevésbé megedzett részei a világnak. Ilyen értelemben mindannyian jókor vagyunk jó helyen, akkor is, hogyha nem könnyű szembenézni azzal, ami most itt ránk vár a következő hónapokban. Köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy mindenki nagyon fegyelmezetten betartotta az összes létező szabályt, és kívánom, hogy ez a fajta szellemi légkör, ez még sokáig velünk maradjon.